Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a Resident Evil 4 végigjátszásomnak a következő részében. Akkor folytassuk is Ashley-nek a megmentését. Mert hát ugye az előző részben belefutottunk Mendezbe, aki egy jó kis boss volt ugye a százlábú kis testével. Elsőre sikerült megvernünk és eljutottunk ide ebbe a kastélyba, vagy várba, én nem is tudom, legyen inkább egy kastély. És akkor itt fogunk összefutni először Mr. Szerzetesekkel, akik elég idegesítőek lesznek. Na akkor nézzük meg ezt az ajtót, hogy itt mi van bent. Emlékszem, nem olyan régen itt volt a pornós kép, amit csináltam Facebookra, csak akkor Ashley pont szembe állt velem, és pont úgy nézett ki, mint aki hát hálás nekem, mert megmentettem az életét. De most már viszont hallom, hogy jönnek a szerzetesek, várjál csak. Igen. Hát ezt a helyet nem fogom szeretni, az az igazság. Itt minden lesz. Te maradj itt egy picikét. Azt lelövöm, illetve rálövök. Mert most ő ezzel elindult erre felém. Ez kell nekem. Ezt addig gyorsan újra tárazzuk. És akkor mindjárt jönnek majd. Innen. Ja. Hát nem tudom mennyi kell bele, de elég jól bírja a gyűrődést, tehát azért kapott egy jó pár fejest. Na. Jöttök még. Gyere, Ashley. Az igazság, hogy most ez baj lesz. Egy fejes. Nem merek oda menni, azt is megmondom mindjárt, hogy miért. Kettő fejes. Három fejes. Négy fejes. Öt. Ezt meg úgy mellé lőttem, hogy nem igaz. Na most fog jönni az a rész, amikor tudja, hogy meg fogunk halni legalább egyszer. Mert ezek itt jönnek katapulta. Na, lőjetek még egyet. Jó. És akkor most fogunk futni. Át kell szaladni valahova ide. Na jó. Először is Ashley, maradj itt egy picikét, én elszaladok ide szétnézni. Egyelőre itt nincs semmi. Jó. Úgyis ide még majd vissza kell jönnöm egy picit később. Gyere, Ashley! És az a helyzet, hogy Ashley-t nem is nagyon hagyhatom magára, mert el fogják vinni a népek. Azt ott kinyírjuk. Mondjuk nem ártott volna, hogyha megveszem mostanra a snipert, mert eléggé jól jött volna. Most kérdés az az, hogy ez az ajtó itt balra, ez tuti, hogy zár van, de oda kell majd bemennünk. Na várja, hát én könnyítek a dolgomom. Jó. Gyere csak. Jó, ő elvileg nem halt még meg. Most halt meg. Jezes. Jó, ezeket a ládákat szétcsapjuk. Felveszünk mindent, amit találunk. Pénz meg kavics. Itt van egy láda. Ebben van egy sárga növény. Ez kell nekem. Ezt gyorsan újra töltjük. És akkor megnézzük pisztollyal, hogy honnan... Várjál csak, Ashley. Gyere ide. Ashley, egyelőre maradj itt. Itt van egy láda, ezt gyorsan megnézzük. Van benne valami... Mi történt? Miért kaptam tálcát? Tálcát kaptam. Ez egy törött gyűrű. Aha, jó. Az ott megvan. Arra meg még nem látok rá. Na, jó. Valamiért kaptam egy tálcát, ne kérdezzétek, hogy miért. A játék úgy gondolta, hogy most vicces lesz, hogyha letálcázza. Jó, ez egyelőre itt nem működik. Itt egyelőre van lent egy ágyú. Hogy nem tudom, hogy fel lehet-e kerni? Fel.
Ez lehet, hogy fájni fog. Igen, ez nagyon fájt. Menj be! Hát a Leon az most konkrétan majdnem meghalt. Úgyhogy ezt szépen elhasználjuk Leonnal, és megnézzük, hogy innen ki tudom előni azt a csávót. Mondjuk nem lenne rossz, ha ki tudnám. Aha, anyádat. Erre egy picit odébb megyünk. Nem. A kurva életbe! Igen, közben elfelejtettem, hogy Ashley-t azért elszokják, vagy elszokták rabolni. Egyszer. Gyere, Ashley! Gyere el onnan! A kurva életbe? Jó. Shotgun lőszer az mindig kell. Gyere, Ashley! Gyere ide! Gyere, Ashley! És bújj el, oké? Okay? Az a baj, hogy innen nem látok rá. Arra a szarra pedig jó volna. Jó, egyelőre úgy néz ki, hogy jók vagyunk, mert egy lövésbe belehalt fent a katapultos csávó. Úgyhogy az ágyút gyorsan felhívjuk, mert ahol az előbb voltam lent, és mondtam, hogy nincs ott semmi, ott tulajdonképpen van egy ilyen ágyú. És hogyha oda megyek hozzá, akkor Leon azt mondja, hogy ez még működőképes. Úgyhogy ezzel kirobbantjuk a kaput. És akkor nem kell kulcsa szórakozni, meg amúgy sincs itt kulcs a környéken. Gyere utána, Ashley, légy szíves. Nos, egyelőre nincsen egy katapultos, úgyhogy nyugodtan szét tudunk nézni a területen, illetve ha már kirobbantottuk a kaput és megvan az összes katapultos, akkor eljövünk ide vissza, és ahol nem néztem szét az előbb, ott most szétnézünk, mert itt volt lent az ágyú. Csak kíváncsi vagyok, hogy itt van-e valami, amit esetleg szét lehet törni, felvenni. Pénz. Gránát, ráadásul gyújtós. Azért az nem rossz, hogyha van, mert későbbiekben fogom használni elég szépen, csak még nem most. Majd amikor nagyon sokan jönnek és nincs kedvem lövöldözni, illetve előszert akarok spórolni. Na! Akkor tovább jutottunk ide, és akkor szétnézünk. Ott van egy kereskedő, akkor ez egy safe zone lesz. Úgyhogy akkor szépen ide jövünk. Welcome! Na jól van, nézzük, hogy mit van. Lehet tuningolni a pisztolyunkat, hogyha lenne rá pénzünk. A shotgunt is tudnánk, hogyha lenne rá pénzünk. Jó, eladjuk, amire nincs szükségünk. Eladjuk mondjuk ezt a szart. 5000-ért, meg adjuk el ezt. Sőt, én azt mondom, hogy most már adjuk el ezeket is. Tudom, még kell belerakni kavicsot, meg ilyeneket, de én eladom. És akkor megnézzük, hogy tudok-e venni életet. Tudunk venni felszédet. Többet már nem. És akkor elvileg tudunk tuningolni. Van 36 ezer pénzünk. Mondjuk a shotgun-t feltuningoljuk Firepower-be. Jó, egyelőre marad, várjál. Még ott volt a gépfegyverünk is, 18 ezeré. Ajjajjajjaj. Jó, az egyelőre marad. Viszont itt nincsen mentés. Nézzük csak meg. Nem, itt nincsen mentés. A mentés az majd itt lesz bent. Az épület belsejében. Jó. Hát akkor bemegyünk. Igen, hát igen. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. You must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... Hello? Repeat, Hunnigan. Hunnigan, hol vagy? Great. Just my luck. Ja, ez a te szerencséd. Na, jól van. Shotgun lőszer, akkor amondó vagyok, ha már van itt shotgun lőszer, akkor éljünk vele. Itt van egy kard. Most ez egy platinum kard, ezt innen el kell venni.
Így van. Kis fejtörő lesz egyébként. Itt a pénzt felvesszük. Most kérdés az, hogy Ashley-t el tudom-e bújtatni valahová. Na, mennyire? Hoppá, jön neked csomóan, ezek onnan jöttek, ahol én voltam az előbb. Halljatok meg? Miért is jöttök? Anyád, ez picit mellé ment. Hallj meg, ja meghalt. Jaj, kifogyott a tár. Hú, ez nagyon közel volt. Most az igazság, hogy ezek addig fognak jönni, amíg lent a góré ott van. Kohádló, kohádló. Úgyhogy lemegyünk, megöljük a górét. Mert ezek addig fognak jönni, amíg ez a köcsög itt életben van. Na várjál, fej nélkül fel kell, csápos. Csápos volt. Illetve még él. Most mondom azt, hogy csápos volt. És shotgunban, nem tudom, hogy mennyi lőszerem van, de... ez úgy néz ki, hogy 6 darab. Az a gépfegyverhez jó. Akkor itt szétnézünk, mert itt vannak ilyen ládák. Gépfegyver, lőszer, spinell. Itt van piros növény. Az is kell, fontos. Szét lehet ütni ezt a polcot? Nem. Na most lényeg az, hogy én itt az asztalon láttam valami pénzt az előbb. És akkor itt a hátam mögött van ez a cucc. Ezt a kardot innen el kell vennem. Az aranykardot. Így van. És ahhoz, hogy tovább tudjak menni, ide kell berakni a másikat, a platinumot, illetve lentre kell az aranykard, amit most vettünk fel. Mert tulajdonképpen meg kell cserélni a kettő kardnak a pozícióját. És akkor nyílik ki az emeleten az ajtó. Na! Eddig jók vagyunk. Eddig ebben semmi nehézség nincsen, volt egy pici kis fejtörő, ami nem okozott komolyabb fejfájást, de tovább tudunk jönni. És akkor ránézünk a térképre, hogy most még mindig oda kell bemenni, de zárva az ajtó, úgyhogy kerestünk el majd egy kulcsot, aminek nagyon tudok örülni. Na nézzük! Leon! Louis! Louis, mit keresel itt? Mi? Valamit elhagytál. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yeah. Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies, I'm sure. Ja. Igazad van. Why are you? It makes me feel better. Igazad van. Ashley, maradjon csak velem, az én hátamon legyen pup. Na, szóval az az ajtót szemben, ami nem nyílik. Így van, akkor el kell jönnünk erre. Nyisd az ajtót, mondom, open. Te hova is menekülsz ide? Júj! Csapdába csalt a kut... faszom. Hajolj le, Ashley. Hajolj le! Persze. Jaj, kifogyott a shotgun. Oh.
Jaj, ez is ilyen köcsök csápos, ezeket gyűlölöm. Meghat. Pénz. Takarodj! Adsz valamit? Ennyi, ez az összlőszerem a SMG-be, de jó. Shotgun lőszer, az kell, azt most gyűjtsük egy picit. Pisztoly lőszer, és akkor várjál csak, úgy emlékszem, hogy ott fent van valaki. Ja. Nem tudom lelőni innen. Hát ez szemét. Várjál, maradj itt, Ashley. Azt hittem arra, hogy ott lőszer. Szerintem nem halt meg. Most halt meg. Gyere utánam. Jó, hát akkor kénten... Várja, hát ha már itt vagyunk, akkor a shotgunt újra tárazzuk, ha már szedtünk fel hozzá egy kevés lőszert. És akkor visszaváltunk pisztolyra, így ne. Na akkor... A kurva életbe! Őket szoktam gyűlölni, de őket nagyon. Na nézzük. Hú, ezeket a pajzsosokat, ezeket utálom. Majd később jó lesz, amikor nagyon sok lőszerem lesz úgy mindenbe. Aha, ez egy robbanós hordó. Ott abban a ládában van a kulcs, ami nekem kell. Jó. És innen addig nem fognak jönni, amíg én a ládából ki nem veszem ezt a szart. Ja. Hát akkor essünk túl rajta. Megvan a kulcs. És akkor jönnek ezek a buzik. Gyere, Ashley, futáson! Ashley, futás! Gyere! Fuss! Fuss! Fuss, Ashley! Gyere! Na és akkor várjuk be őket. Én a mondó vagyok. Jó. Nem jó. Hát bíztam benne, hogy ez nem ilyen lesz, de hát ilyen lett. Nem akarok gránátot dobni rájuk. Jó, várjál csak. Ó, hát persze. Jó, ez meghalt. Ezt itt felvesszük, mert ez pénz. Ez meg ammo a SMG-hez. Ezt újra táraznánk, hogyha lenne mivel. Jó, akkor marad a pisztoly. Nyisd az ajtót, így, igényesen. Na és akkor most jön az a rész, hogy igen, zárva van, de megvan hozzá a kulcs, használjuk, kinyitjuk. Na szóval, bejöttünk a kastélyba. Ez a játéknak egy eléggé fontos része, mert elég sokat fogunk itt ebben a kastélyban rohangálni. És valaki már nevet viccesnek találja, hogy itt vagyok. A Salazar családnak az egyik tagja. Magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott,
You can give us the girl, because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. Na, Salazarral még majd meg fog gyűlni a bajunk egy jó párszor. Nyugodjál meg, Ashley, jó? Na, szóval. Itt lesz majd mentés. Illetve persze bezáródik ez a szar, amerre el tudnánk menni. És akkor, igen. Ezeket a szarokat kell majd megkeresni. Itt tudunk menteni. Na most szétnézzünk a térképen, hogy tulajdonképpen merre tudunk elmenni. Csak jobbra. Ja, de még mielőtt tovább mennénk, én elmentem a játékot. Yes, írt felül. Na, ez egész jó, már 4,5 órája játszunk a játékkal. Na most, itt van ez az ajtó, ami zárva van, ugye? Ja, a másik oldalról fog nyílni. Ott vannak vázák. Persze, nincs benne semmi. Ebben van pénz. Jobban örültem volna shotgun lőszernek. Hát, ha itt valamelyikben. Nem? Ebből is majd pénz lesz csak. Na jó van. Akkor menjünk tovább. Óvatosan. Na várja. SMG-vel lőszer. Pisztolyba lőszer. Itt van egy kép. Secret. Így van. Van mögötte 5000 pénz. No, ezt a részt utálni fogom. Shotgun lőszer 3 darab. Na, lehetett volna egy picit több is. Aha, azokat kéne majd valahogy elzárni, de itt van valami dokument. Jó. Mr. Dokumentum megvan. Itt van egy kettő hordó, van benne sárga növény. És ha már sárga növény, ez kell nekem. Ezt kombináljuk ezekkel. Így. Egyelőre nincs rá szükség, de jó az, hogyha össze van kombinálva. Na most! Elvileg... Igen, gyújtógránát. Na most fogunk szívni, mert erre a részre pont emlékszem. Mert ott van egy barátunk. Várja, azt onnan le lehet lőni ezt a shotgun lőszert? Van még shotgun lőszer? Vagy valami lőszer itt a gerendákon? Nincs, az egy volt. Na jól van. Jöjjön akkor, aminek zárva van. És honnan szerzek hozzá kulcsot? Na várjál, és hogyha azt ott lelövöm, abban nincsen rejtve? Nem, nincs. Ezt nem lehet nyitni. Itt semmi nincs. Á, itt viszont van egy kép, és ott van rajta a kulcs. Oké, akkor ezt viszont elkúrtam, mert itt innen ezt a szart nem kellett volna lelőni. Bíztam benne, hogy ott van elrejtve. Akkor megint újra töltjük. Akkor most tudom kinyitni az ajtót. Így van. Na, Ashley, én amondó vagyok, te maradj meg itt fent, biztonságban. Míg én itt majd megszívom a cookie-t. Shotgun lőszer, úgyhogy át is váltunk a shotgunra. Ezt újra töltjük. Hú. Ilyen mini boss lesz egyébként, csak szólok. Szét kell nézni. Ezzel az ellenféllel egyetlen egy kurva nagy szerencsénk van, hogy ő nem lát. Egyáltalán nem lát semmit. Jó. Na tényleg csak az egy szerencsénk van, hogy nem lát semmit.
A kurva anyádat! De hallani hall, és nagyon jól. Áú! Bazd meg! A rohadt életbe! Na várj! Jó. Ilyenkor kéne egyébként bemenni a háta mögé. Mert a hátán van egy parazita, és azt kell lelőnöm. Ne bánts! Jaj! Jó, ennyi volt. Hú, a rohadt életbe. Pénzt adott. Hú, bassza meg. Az a baj, nem lett volna időm a shotgun-t újra tölteni, mert hát, hogy ő nem lát, még elég fürgén mozog. Oké, a zöld növény az kell, és akkor ezt a kart kell itt meghúznunk, és akkor történik egy olyan, hogy itt a tűz, ez itt abban marad. Na jól van. Gyere, Ashley. Most már azért mozogjunk együtt. És akkor átváltunk pisztolyra. Ezt újra tárazzuk, hogy azért teljes legyen a lőszer. És ezért nem kellett volna a lámpást lelőnöm fentről. Egy fejes. Na, hajolj le! Gyere csak utána! Csá! Pörgőrúgás! És most megvagdossuk a pocakodat. Meg a fejedet. Na, várjál, ez gyanús, hogy még felkelt fej nélkül. Rohadt. De nagy mákon volt, hogy mellé kapott. Hú, na jól van, menjünk tovább. De egy elmenekült, úgyhogy maradj itt egy picit. Nem tudom, hogy mire számít csak. Ja, ilyen bombákra. Ja. Na várja. Gyere csak. Innen nem látok át? Nem. Miért is látnék? Wait. De, mi? Az meghalt. Melyiknél volt a dinamit? Mert azt jó lenne elkapni. Na jól. Jó. Ez is adott valamit az előbb, nem? Hogy rosszul láttam?
Mindegy, itt át tudunk jönni, most az a lényeg. Ja, itt a dinamitos, gyere, Ashley! Fazd meg! Meghalt Ashley. Ugye nem? Nem már! Most ez komoly! Ez buzi, bazd meg ez a játék! Ez buzi! Hát ezt nem hiszem el, megint le kell győznöm ezt a szart! Meg ez fájni fog. Na jó van, a kurva anyádat akkor. Nem hiszem el. Van 2 darab shotgun lőszerem. Ezt elzárjuk újra. És akkor valamit ki kell találni, hogy Ashley életben maradjon. Először is. Visszaváltunk pisztolyra, mert abban van bőven lőszerünk. Jézusom, rengeteg lőszerünk van benne. Ashley, egyelőre maradj itt. Matalo! Haj meg úgy. Nem kelsz fel, ugye? Jó. Shotgun lőszer. És akkor ott fogja dobni a bombáját. Bazd meg! Egy megvan. Le akartalak rúgni, ne zavarjon. Nekem így is jó. Na. Jó. Futás, Leon. Jó. Gyere csak, Ashley. Egyelőre a dinamitos megvan. Lesz még itt, jól láttam. De ő ennyi. Shotgun lőszer. Na, meg is érdemeltem. Ez pisztoly lőszer. Jó.
Jó felé jövök egyáltalán? Jaj, Istenem, de tudom, hogy mi lesz itt. Gyűlölni fogom. Ó, a kurva. Gyere, Ashley! Kohedló, kohedló! Jaj, persze, és még gyertek, még ilyen nizé páncélosok. Yes, Ashley. A fejét, hogy meg ne sántuljon. A kurva anyját. Nem akartam shotgunt pazarolni rátok, de a kurva anyátokat. Hajj már meg! Mondtam, hogy gyűlölni fogom ezt a helyet. Utálom. Shotgun lőszer. Jó. Legalább azt adott valamennyit. Ebbe is legyen az. Nem. Kavics. De még mindig vannak. Már csak a zene miatt is. Jaj, persze, és kifogyott. Jó. Adni nem ad semmit, mert miért adna? Ott van egy ajtó, itt van egy ilyen váz, a kettő. Shotgun, pénz. Aha, persze, hogy mellé lövök. Wow! Headshot, egyből meghalt. Mondd azt, hogy te vagy az utolsó. Haj, meg tessék meghalni! Ah. Frag. Aha. Ez kell. Na valahol még biztos, hogy vannak, mert nagyon ilyen sejtelmes zene van, még mindig nem hallgatott el. Erre? Na erre térképre ránézünk. Igen, arra kell tovább mennünk, valamerre. Ott van egy növény, lőszer, jó, bebiztosítom magam.
Ja, igen. Maradj itt rajta. Én meg ráállok erre. És ott van egy kar. És ezért nem hallgatott el a zene, mert még mindig vannak. Most kérdés az, hogy ők bejönnek-e. Hát... Igen. Bejött. Meghalni. Gyere, Ashley. Megvárjuk, míg bejönnek. Mit szólsz hozzá? Várjál? Arról nem látok senkit. Ott viszont jön Mr. Buzogánnyal. Gyertek! Én addig ezt újra töltöm és várlak szeretettel. Gyertek! Megvárom! Micsoda? Te hallod? Te hogy kerültél ide? De most tényleg az hogy került ide? Kurva anyádat. Most Ashleynek adhatok egy zöld növényt. Hát kérdés, hogy elfogynak-e. Bár illő lenne. Nyisd az ajtót, gyere be. Micsoda? De hogy jön be a zárt ajtón? Jó, ez kifogyott. Gyere csak, Ashley. Akkor inkább jöjjünk tovább. Mert basszus! Tök mindegy, hogy mit csinálok. Ashley, csinálta. Mert addig legalább tudlak védeni, ha esetleg jönne még valaki. Ah, most fogja azt ott leengedni szemben, jó. Áj, de jó! Kaszával jönnek egy csomóan. Ne Ashley-re dobjad, te szerencsétlen! Bazd meg! Ne, ugye nem az egész területet az elejétől, mert agyvérzést kapok. Pedig de. Ez az egész terület eleje. A kurva anyádat... Faszomba, gyere Ashley akkor. Na, a shotgununk az ennyi volt. Persze jön az erősítés, mint az előbb. Á, shotgun lőszer. Go head low, go head low. A kurva.
Gyere, Ashley! Meghalnál végre? Jaj! Az majdnem elvitte Ashley-t. Ne már! Ne már! Komolyan mondom, ezt nem hiszem el, bazd meg. Persze, hozd az erősítést, arra szükségem volt. Kurva, de gyűlölöm ezt a helyet. Go ahead, Lo, go ahead, Lo. A kurva anyádat! Ne védekezz! Kurva anyját. Hülye kavics, bazd meg. Előbb itt volt shotgun lőszer. Maradj a földön, te szemét. Hogy a faszomba oldjam meg, hogy jó legyen. Gyújtógránát, pénz. A kurva anyádat... pajzsodba, abba. Felkelt. Úgyhogy már nincs feje. Nyugodj meg, Ashley. Megyek, csak nem akarlak lelőni. Így. Jaj, ez is felkel a kurva csápos parazitájával a pofájában. Maradj a földön, köszönöm. Ó, bazd meg ez a terület, ez kiidegelt teljesen. Gyűlölöm ezt a helyet. De ezt már szerintem mondtam. Gránát. Na, most jön az a rész, amikor shotgun-t újra tárazzuk, már amennyi lőszer van benne. Az SMG-t is újra tárazzuk, már amennyi lőszer van benne. Ez berúgom igényesen.
Ezt felveszem, ezt felveszem. Ashley-t ráállítom erre a szarra. Erre is ráállok, az feljön. És akkor Ashley-vel most rohanunk kifelé. Ilyen speedrunban. Így. Hajd meg! Jó, gyere Ashley! Az megvan. Gyere! Jó, ezek megvannak mindketten. Lőszert ad ide. Nem, csak az egyik van meg. Ez a lőszer kell, ez a pénz, ez kell. Jó, ez is megvan. Persze, gyere még te is. Te sem maradj ki a buliból. Várjál, itt van valahol még egy. Jó. Nézzük, adsz-e valamit. Pénzt adsz, jó. Most miért nem jönnek fentről? Az előbb jöttek egy csomóan. Nézd, oda kell eljutnunk, de jó. Most jön az a rész, amit megint gyűlölni fogok, és sniper nélkül ez nagyon nehéz lesz. Ezt csak úgy megsúgom. Shotgun lőszer. A sniper lőszer. És most van az, hogy Ashley-t fel kell küldenem oda a francba. Menj fel! Oké, jól van Ashley. Jó, belátok a szoknyád alá, nem baj? Azt mondja, figyeljek rá. Az, az igazság, hogy... hogy ez itt gáz. Nyugodj meg! Nyugodj meg, csak én is bazd meg, kurva nagy szarban vagyok! Haj már meg, hülye parazita! Egy megvan. Az a baj, hogy Ashley meg pont azok felé fog menni. Jól van. Megpróbálom megmenteni a menthetőt. Anyát picsáját? Mondták már? Pazd meg!
Ha elviszik Ashley-t, én agyvérzést kapok. Hajj meg! Jaj, nehogy lelőjem Ashley-t! Nyugodj meg, lábon lövöm, ne aggódj, meghalt. Jó. Ó, bazd meg. Gyerünk, Ashley, siess. Nem érünk rá egész nap. Fú, de utálom ezt a rossz. Ja, és ennyi pisztolylőszerem van már csak? Ó, bazd meg, kurva nagy szarban vagyok. Most a viccet félretéve. Jó, oké. A viccet félretéve. Gyere, Ashley. Gyere, elkaplak. Ne kiabálj, itt vagyok már. Jó, gyere utánam. Kurva nagy szarban vagyunk, mert 10 darab lőszerem van a pisztolyban. Kurva nagy szar van. Jaj, nem hagyom hátra, itt van mögöttem, na. Ó, úristen. Na jól van, megérkeztünk a következő területre. Hála az égnek, ez nehéz szülés volt nagyon. Hú, bazd meg. Ez a Salazar kastély, ez nagyon kemény hely. Na. Ami olyan, azt széttörjük. Hú, és vissza is kapom az összes pisztolylőszert. Illetve nem az összeset, de egy jó párat most kapunk vissza. Hát ide kellett volna a sniper, az a helyzet. Nem baj, megoldottuk pisztolyjal, mert kemények vagyunk. Itt szétnézünk, itten semmi nincsen. Ott majd lesz egy mentés, meg egy kereskedő, az fontos. Illetve itt van egy láda. Amiben van egy kukucs. Egy kézigránát. Na. Akkor. Ez az ajtó, ez elmondom, hogy micsoda. Itt lehet beszélni a kereskedővel, és lehet célba lőni. És különböző nyereményeket lehet kapni, amik tulajdonképpen tök fölöslegesek számomra, úgyhogy ezzel itt nem fogunk foglalkozni. Ilyen 3D-s figurákat lehet ugye a játékból a karaktereket feloldani, Leont, Ashley-t, Ada-t, stb. Még beszélnek is, de tök fölöslegesnek tartom az egészet. Úgyhogy most jön az a rész, hogy nem akarom lelőni, csak betárazunk. Megnézzük, mert most elég sok pénzt tettünk fel, hogy mennyi pénzem van. Illetve, hogy van-e olyan, amit el tudok adni. Esetleg ilyen kavicsok. Illetve ebből van 3 darab, ezt is eladom. First aid az kell. És akkor megnézzük, hogy mit tudok venni. Most az a helyzet, hogy én sniperből ezt akarom majd megvenni. És az igazság, hogy van is. Jó. Azt majd egy picit később fogom még. Még nem most. De most. Most, mert fog kelleni nem sokára. Ezt a megvesszük, elforgatjuk szépen igényesen. És az a helyzet, hogy erre még szkópot is vennem kell. Scope. Semi-autó 10 000-ért. És ez is csak arra jó, hogy foglalja itt nekem a helyet a táskában. Nagyon jó. És akkor most megnézzük, hogy mi az, amit még tudok fejleszteni. Mondjuk a shotgun-t. Reload speed 7 000-ért. Kapacitást 10 000-ért. És pont 110 pénzért nem tudom fejleszteni. Mit adjunk el? Semmit. Az ég egyet a világon semmit nem adunk el. Úgyhogy ez ennyi. Elmentjük a játékot.
Yes, így van. Ez nehéz szülés volt ez a rész, de úgy érzem, hogy sikerrel zártuk a napot. Úgyhogy srácok, hát egy órás lett ez a rész. Hát remélem, hogy tetszett, hogy ha igen, akkor csapassatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem a csatornára, mert nem sokára jelentkezem a következő résszel, de addig is, sziasztok!